Sziasztok, Nani vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornán. Hova mész? Most indítom el a videót, ami most mész el. Mindjárt jövök pár. Ja, jó. Vettem húgomnak egy ilyen mézes kalács házas témát a Tesco-ban. Annyi nem lesz el benne nyugi. És ez így néz ki, és annyi a lényege, hogy már az elemek meg vannak csinálva, jaj, nem vagy benne, és nekünk csak össze kell ragaszgatni, úgyhogy most ezt fogjuk megcsinálni a húgommal, szóval ez lesz a mai videónak a témája. Az első dolgunk az az lesz, hogy egy tojást kell ketté választani, a fehérjét és a sárgáját kell szétszedni. Te azt megcsinálod? Uh-huh. Jó, akkor... A fehérjének rakd oda a szétterükből. Először a fehérje fog kijönni. Abba megy a fehérje, úgy. Fú, ez közelben megy az összes. Püff, anyukám! Te ügyi vagy. Ja, amúgy a Grinch megy a háttérbe közben, csak hogy jó legyen a hangulat is. Sikerül? Na, szerintem az úgy jó. Anyum megoldotta, már amúgy, ja, megdöltötte a gépet is úgy. Most húgom beleteszi a... micsodát? Port. Sikerül? Meglátjuk, hogyha így egybe belemütötted, mi lesz belőle, jó? Nem fokozatosan belefogni. Na, hajtsd le a gépet, és akkor indítsuk újra. De nem négy sem most. Hát, mindjárt felszáll a... lassan, igen, mert szálljon fel a kor. Mi vagy? Öklös? Így néznek ki az alkatrésznek a házai... Mi? Szóval, így néznek ki a háznak az alkatrészei. Itt több micsoda van, szint van. Gondolom ez lesz majd az oldal része. Ezek lesznek a kis ablakok, ez lesz a kis ajtó. Ja, igen. Van hozzá egy kis dísz, illetve közben ott csinálják. Illetve itt van ez a kis zacsi, amiben bele kell majd dönteni. Amúgy ez az, a Tesco-ba vettem, ez nem promós videó, meg semmi. Csak gondoltam, megmutatom, már ha jól sikerül, akkor ti is csináljátok meg, ha nem, akkor meg, hát akkor nem tudom. Amúgy nektek még nem is mondtam, de lett egy kis kutyánk, és lett egy teknősünk, mert anyukám talált az útszélén egy teknőst, úgyhogy hazahozta. Lett egy aranyhalunk is, illetve az Instagramomon lesz majd egy műszempilla nyereményjáték, úgyhogy ha szeretnél ilyen műszempillát, és én nagyon-nagyon szeretem, akkor mindenféleképpen csakod le az Instámat, és jelentkezz a nyereményjátékra. Kipakoltuk ide a dolgokat, és találtunk egy ilyen ilyet, úgyhogy ezzel lesz majd megcsinálva. És ugye hát így néz neki alapból, de én Pinteresten még néztem képeket, nem tudom, hogy hogy fog sikerülni. Itt vannak a kis dolgai. És megcsináltátok már a ragacsot? Hát a ragacsot hozzá. Addig én nagyjából összeállítok egy tervet, hogy hogyan fog állni. Úgyhogy titeket ide leraklak. Nem tudom, hogy látni fogtok-e, nem látok. Jó, és hogyha ide raklak. Jó, így rajta vagytok, jaj, valaki írt. Szóval... lesz neki itt egy oldala. Akkor lesz egy ilyen. Amúgy nem is timmelnek az elemek. Hát ott ez a habart kell majd kivéteni. Thank you.
az előbb említettem, hogy van egy kutyánk és van egy teknősünk, és most mind a kettőt el kell vinni orvoshoz, úgyhogy egyelőre a Mézes Kalács házprojekt az áll, addig megvárjuk, hogy ez a szerkezet így összeragadjon, és majd utána pedig, hogyha visszértünk, ráteszünk a tetőt. Gyorsan elugrunk állatorvoshoz, aztán pedig jövünk vissza. Itt van a teknősünk. Amit anya talált, és itt van a kutya. Nem elmutatkozom? Szia! Hello! Kis tőtök. Apám az ide jött szenvedni. Itt is szenved, nem csak ott van. Visszaértünk már, és nem sokára folytatni fogjuk a házat. Tök jó egybe van, és aránylag meg is szilárdult a... Hát nagyjából megszilárdult. És én valamit most kajálok, mert nagyon éhes vagyok, mert szerintem egy másfél órát biztos, hogy ott voltunk a dokinál, úgyhogy most gyorsan kajálunk valamit, aztán pedig folytatjuk. Látjátok. És most már rászkesetek be, török megy a háttérben. Nuca, hozol a léci törlőkendőt? Léci, siess! Húgom most kitalált, hogy az ablak legyen olyan, úgyhogy... Nem kitaláltam, hanem azt. Most ez, hát de akkor kitaláltad, hogyha azt akartál. Úgyhogy... Most az összes ablaknak úgy kell kinéznie. És akkor ide az elejére szeretnénk M&M's kis, vagy minek hívjákos kis pöttyökből egy, ja, Smarties, akkor Smarties-os kis pöttyökből egy fényfüzért, illetve majd itt az ajtóval csinálunk valamit, és ide majd olyan kis lábnyomokat fogunk csinálni. Az ajtót, az berakjuk, vagy nyitva legyen,
semmi. Várjál, hol van az ajtó? Jó, hogy a szép, nagyon szép. Ilyen lesz. Szuper szép. Hát esetleg... Nem múlott bele. Hát ez nem fér be. Szerintem ne legyen benne. Mire? Akkor egyétet. Elfelezzük. Akkor csak legyen félig kinyitva, nem jó? Mama eltörte. Már múlt idő? Ó, megettem. Kettőtört. Ami nem rossz. Akkor mindjárt megeszem a másik. De jó lesz ez dísznek. Jó lesz dísznek? Aha. Ó, oh, nem jó íze van. Hát meg, vagy felezzél a nyával. Nem kérem, köszi. Akkor megszívem. Csinálok ide föntre egy szívecskét. És ez... Ú, az jó lesz. Ú, na gyerek, ezt most ide rakjuk, majd valahova ide rakjuk. Pár pill, így állunk a dolgokkal. Beletettük a két kis karácsonyfát, majd még teszek rá, hát ilyen... cukrot, mint hogyha a hó esett volna rá. Megcsináltam ide a szívecskét, most fogom kiválogatja az a Smarties golyócskákat, és akkor majd valahogy így. Vagy igazából nem tudom, lehet nem fog működni. Magam úgy előbb lehet az ajtót kellett volna megcsinálni. Na most már mindegy. Felakasztom a nyakadba, hogy tényleg ne jutna. És csak úgy vett. Szóval akkor csak húzunk egy vonalat. Vagy lehet közelíteni vele? Hogyha ezt így forgatod. Jaj. Úgy, úgy. Csak ne tedd nagy, de nyomd rá, mert le fog potyanni. Úgy, ne tedd túl közel hozzám. Úgy mehet. Ügyi vagy? Ügyi vagy? Készen vagyunk! De még az oldalán, hát ez még kész, sincsen. Még kész. Ú, ez amúgy jól néz ki. Ez lett a végeredmény, megcsináltuk mindegyik oldalát. Húgom így kidíszítette ezekkel a kis, hát nem tudom mi ez, hópihékkel. Itt van a két karácsonyfa, a fényfüzér, hátul is, opá, ez itt kicsit így, nem baj. Kijavítottuk, megcsináltuk, helyrehoztuk a dolgokat. Úgyhogy ennyi, a másik oldalon is ugyanígy néz ki. Úgyhogy ilyen lett a végeredmény, hogy ha ilyet vesztek, mert amúgy így néz ki és a Tesco-ba lehet venni, akkor mi úgy csináltuk, hogy két tojással, ugye? Szóval alapból egy tojást írni, mi két tojással csináltuk, úgyhogy nem tudom, hogy azért lett jó így ez a ragasztó, lehet, hogy anélkül is jó, nem tudom. Én ezt így ajánlom, mert tényleg így tök jól sikerült, és most anyom mondta, hogy plusz porcukrot is tettünk bele, úgyhogy itt valami, ja, ide rányom kultúr. Ú, Luca, majd hozd ide a ragacsot, mert itt ahogy ráállította anya a kéményt, megnyomta a díszt. Nem tudom ezt a valag. Na srácok, úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. Remélem tetszett, de köszönöm, hogy velem tartottatok. A következő videóban találkozunk, addig is puszi a pocitokra, és sziasztok!